Kísérletünkben a vörös lézerfény hullámhosszát fogjuk meghatározni optikai rács segítségével. Az optikai rács rácsállandója 151 per milliméter, ami azt jelenti, hogy 1 milliméterben 150 karcolat található. Az optikai rácsot a lézerfény elé téve fényelhajlás jelenségét figyelhetjük majd meg, és a fényinterferencia képét pedig tudjuk mérni. Az optikai rácsunkat a lézerfény elé helyezve fényelhajlás jelensége után fényinterferencia képet figyelhetünk meg, amelyek a maximumok, az eredeti irányunk, valamint jobbra és bal oldalt fényelhajlás jelenségét figyelhetjük meg. Ezután a mérőszalaggal lemérjük az interferencia csíkok távolságát, valamint az optikai rácsnak és a tábla távolságát lemérve az adatokból kiszámolhatjuk a vörös fény hullámhosszát.